A Zozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület 14. alkalommal rendezte meg az Élő Népzene Magyar Kanizsán elnevezésű rendezvényét. Ez egy hagyományőrző rendezvény, amely a környező, tehát a községnek a településeit hívja meg vendégül, főleg a népdalkórusai. Ugyan itt volt Adorján, Orom, Oromhegyes, Völgyes, Horgos és még Török Kanizsa is, valamint ugye a Zozorainak, az egyesületnek a tagozatai is bemutatkoztak. Ugye itt a Cifraszűr népdalkórusra gondolok, valamint az újonnan megulakuló Rözgőci zenekarra, és a hímző szakosztály pedig a Művészetek Háza előcsarnokában mutatta be a munkáit. Ezen a föllépésen ilyenkor minden évben ugye bemutatják a falvak, hogy mit tanultak az előző évben, és akkor ilyenkor mindenki meglátja, hogy ki hogy haladt a munkával. Hétről hétre gyakorolnak, próbálnak, és nagyon sok föllépés van mögöttük. Az idei Durindón is fellépett a Cifraszűr és a Rözgőci zenekar, és a Durindón levő csokrot mutatták be itt ezen a műsoron. Nagyon fontos ez a rendezvény, ugyanis, mint ahogy az egyesület életében is, ez a hagyomány ápolás, az értékek megőrzése, ápolása és átörökítése. Valójában ez a célja ennek a rendezvénynek, amelyet a Magyar Kanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács is támogat. Az Zozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület az idén 27 éves. A tavalyi év óta bővült a tagozat és a tagságok száma is, tehát a Cifraszűr népdalkör és a hímző szakosztály mellett ugyanis a tavalyi évben megalakult a Rözgőci zenekar. Az egyesületet támogatja a Magyar Kanizsa önkormányzata, ami tehát nem csak a programjainkat, hanem ugye a működési költségeinket is. Ezen felül pedig a Magyar Nemzeti Tanács is támogat, a Csúri Sándor alapnál pályázunk, a Betlen Gábor alapnál, és próbálkozunk ugye a tartományi pályázatoknál is. Ezekből a támogatásokból tudjuk működtetni az egyesület munkáját.